mint az állatjegye királya, összehívom a tanácsot, aminek fontos problémát kell megbeszéljük. Jöjjetek köré, csillog egy társa. Meg kell vitatnunk a szűz problémáját. Azt mondom, ítéljük el, és végeztessük ki a nyilassal. Minden csillagjegye szólítok, és mondja el a véleményét az ügyről. Elsőként szólítom a tost. Helyes beszél. A szűz már régóta szárka a szememben. A javaslatot támogatom. Szólítom a bikát. Legszívesebben feltartoznám az ügyet. Lehet, hogy szintén kerül hozzánk, hogy a csillagjegyetből is már nem lesz. Szólítom a rákot. Már alig várom. Az éles ollóival levágjuk egy fürdő. A szűz hajánunk. Mivel a szűz szem, és talán okosabb is nálam, ezért összeszabdalnám. Szólítom a skorpiót! Mint tudjátok, erős a galaktúr veszélykereső természetem van. Én akarok a hóvért és a vezetőtök is lenni. Meglátjátok, mindennek eljön az ideje. A gyenge törékeny tűz pedig veszél. Szólítom a nyilast! Gyerünk! Csináljuk meg! Nyilván mégis az utat elmond. Másfél két mindent éve. Elfutta. Meg kicsit. Nagyon. Csináljuk meg! Szólítom a bakkot! Nos, a problémát vizsgálhatjuk többféle szemszögből is. A mi szemszögünkből ez jó döntés lehet. De vizsgáljuk meg a szűk szemszögéből is. Így már nem lenne egyértelmű a döntés. Ez komoly filozofikus problémát jelent. Lenni vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. A válasz talán sosem lehet. Szólítom a halakat! Én a nyugodt vizekben szeretek úszkálni. Tókolom minden béle előadattól. De van egy kérdésem, mert tudjátok miért alszik meg a tejoszám? Most, hogy mindenki elmond a véleményét, azt hiszem egy hangon elítélhetjük a szüzet. Én is. Mit akarsz, Zikrő? Nem kell elhamarkodottan dönteni. Nem annyira rossz a szűz. Vannak jó tulajdonságai. Elég legyen az üres beszédből. De kétségbe mered vonni döntésünket? Inkább menj és lépj ide a szüzet. Rossz éveket tudtam lenni. A többi csillagjegy megvádol, és el akarnak ítélni. De ne aggódj, mert mindig, minden körülmények között. Nem akarod a legjobb barát. De szűz, a csillagjegyek megvádoltak és elítéltek téged. Minden ellenállás védőbeszéd hasztalan. Kos és Bika, ragadjátok meg a szüzet és vigyétek a mérleg színe elé, hogy hozzon végső ítéletet. Tisztelt csillagjegy társaim, milyen ügyben állt a színem elő? A szűz, a tanács egy hangon elítőlte a szüzet, mivel nem alkalmas csillagjegynek. Nincs elég hosszú papír, mivel leírhatnánk a szűz irányosságait. Ezért egy hangúan gyilas általi kivégzésre ítéltük. Ki mond védő beszédet a szűz érdekében? Kér, ne ítélje a szüzet, mivel jó szívű és segítőkész. A sok butaság, amit csináltuk, a tudatlanságából és a tapasztalatlanságából származik. Például a csillagjegy révén sokat kell még tanulnod. Ezzel egyetértek. A döntésemet az elmondtak alapján meghoztam. Vigyétek a szüzet a vízöntőhöz, aki a vízkeresztség által a tiszteletbeli csillagjegyi javatja. Köszönöm. Milyen legyen az igazság? Köszönöm. Számolhat a vízkeresztségét! Légy bátunk az oroszlán, elmegy a dukra!